Április óta nem látott gyorsasággal terjed a koronavírus Németországban. A Robert Koch Országos Közegészségügyi Intézet csütörtök reggeli jelentése szerint 24 óra alatt 4058 ember szervezetében mutatták ki a fertőzés jelenlétét. A pozitív tesztek aránya átlépte a másfél százalékot. Az aktív esetek száma szeptember közepe óta meg és már 33 ezer felett jár. Ez ugyan még messze van a tavaszi 72 ezres csúcstól, de az intézet munkatársai attól tartanak, hogy hamarosan tízezer fölé emelkedhet a napi esetszám, és ellenőrizhetetlenné válhat a járvány Németországban. Ennek egyik oka, hogy a védekezés korábbi sikerei miatt sokan kétségbe vonják az óvintézkedések szükségességét.